Milyen az a reklámszöveg, ami megszólít és bevételt hoz? Először is érthető, illetve közérthető, tehát ne várd el az olvasótól azt, hogy megértse az általad nap mint nap használt szakkifejezéseket, szakzsargont, mert ő nem használja ezeket, éppen ezért mellőzd a szakkifejezéseket a szövegből. Tömör, soha ne rabold az olvasód idejét, minél tömörebben, pontosabban és őszintén fogalmazd meg azt, hogy mi a te terméked vagy a szolgáltatásod. Az olvasóhoz szól. Érdemes EPR2, azaz egyes szám második személyben fogalmaznod, hogy érezze az olvasó azt, hogy hozzá szólsz, neki próbálsz segíteni, az ő problémáját próbálod megoldani. A jó reklámszövege mellett hipnotikus, a hipnotikus szövegírásnak az alapja egyébként a storytelling. Röviden ez úgy foglalható össze, hogy meg kell értetned azt az olvasóval, hogy mit veszíthet, és el kell vele képzeltetned azt a végeredményt, amire ő egyébként vágyik, hiszen ha nem vágyna, akkor nem járna a te weboldaladon. Szóval ezeket a pontokat nagyjából betartva tudsz olyan szövegeket írni, amely megszólítja az olvasódat, majd bevételt termel a weboldaladon keresztül.